Szeretettel köszöntünk titeket az Álom határidővel harmadik adásában. Vendégünk Kende Hoffer Kriszta, a legnagyobb hazai sztárügynökség, a TMC Group alapítója és a Forbes listák állandó szereplője. De bemutathatnám úgy is, hogy vendégünk KHK, és ez már rögtön egy másik oldalát mutatja meg nekünk, inspirációs előadó és lelkes közönségépítő influencer. Szia Kriszta, szeretettel üdvözlünk téged, és nagyon örülünk, hogy végre személyesen is tudunk beszélgetni, mert azt gondolom, hogy nem árulunk el titkot, hogyha elmondjuk, hogy mindennapjaink része vagy online a social térben, és rengeteget tanulunk tőled nap mint nap, és nagyon örülnénk annak, hogyha most a mi hallgatóinkkal is megosztanád azokat a tapasztalatokat, bölcsességeket, amiket az Insta csatornádon is folyamatosan képviselsz és átadsz a közösségednek. Köszönöm, hogy itt lehetek. Sziasztok! Szia! Engedd meg nekünk, hogy most mi tegyük fel azt a kérdést, amit te szoktál a vendégeidtől elsőként kérdezni. Ehhez viszont egy kicsit vissza kell repülnünk az időben. Úgyhogy kérlek, képzeld el magadat 17-20 éves korodban, és oszd meg velünk azt, hogy az akkori Kriszta miről álmodott, milyen drájai voltak, milyen karriertervei, céljai, amit el szeretett volna érni az életben. A 17 és a 20 éves Kriszta már nagyon másról álmodozott. Érdekes, hogy ebben a három évben nagyon sok minden változott az életemben és a gondolataimban. A 17 éves Kriszta egyértelműen pszichológus szeretett volna lenni. Élete első nagy szerelmét élte, és egy ilyen végtelenül nagy boldogságban tengtek az ő napjai. A pszichológusság egyébként onnan jött, mint vágy, hogy kanadai nagynénémnél tölthettem többször 3 hónapot nyaranta, és ott volt egy pszichológus professzor barát, márhogy nekik, aki nagyon laza volt, nagyon jó fej, és nagyon imponált nekem az, ahogy mindig megvédett a nevelés béklyói alól, és azt gondoltam, hogy én is ilyen jó fej felnőtt akarok lenni, és hát ezt valamilyen módon összekötöttem a pszichológiával, aztán nem vettek föl a pszichológia szakra, viszont volt 2 nyelvvizsgám, ami abban az időszakban talán még nem volt annyira szokványos, mint ma, és az érettségi eredményem is annyira jó volt, hogy így aztán a kereskedelmi vendéglátóipar és idegenforgalmi főiskola kereskedelmi tanszékén kezdtem. Igazából csak azért, hogy egy évet ott maradjak, tehát hogy én nem akartam ezt elvégezni, én nem akartam se kommunikációt, se marketinget, közgazdaságtan pláne nem tanulni, de a szüleim nem engedték volna, hogy egy évet semmit ne csináljak, és aztán ott ragadtam, benne ragadtam ebben a területben, és aztán sokkal szélesebb körben tanultam ezt sok helyütt, és nagy szerelemmé vált. Első munkahelyed mégis a Roxy Rádió volt, erről nagyon sokat meséltél, és tehát közel kerültél a kommunikációhoz, marketinghez, és hogyha jól tudom, akkor viszonylag rövid idő után léptél egy következő lépcsőfokot, és a Sláger Rádió marketing és sales vezetője lettél viszonylag fiatalon. Egy picit segítesz nekünk abban, hogy ilyenkor mivel találkozik egy fiatal ember, aki karrierje kezdetén viszonylag hamar vezetői pozícióba kerül, milyen képességekre van szükség, és ezt te hogyan lépted meg, hogy ebbe a pozícióra meg tudjál felelni? Én szemtelenül fiatalon lettem közép, majd felső vezető. Mindent 2-3-szor jobban kellett csinálni, ráadásul nőként. Azért az egy kihívás, de nem baj, ezt tudtam az első pillanatban. Egyébként ezt mindenképpen el szeretném mondani, hogy azt a rossz szokást vettem föl nagyon fiatalon, hogy azt hittem, hogy majd akkor vesznek komolyan, ha nagyon kemény vagyok. És egy ilyen nagyon mosolytalan, tehát csak a cápának hívtak a hátam mögött, meg a nőnek, aki leparancsolja a vonatot a sinekről, tehát ez volt a mondás, és aztán ahogy a kor haladt előre, az önbizalmam fejlődött, és értem, már mertem egyet-egyet mosolyogni, meg is voltak lepődve, hogy ezzel mi van. Tehát, hogy én azért 10-15 évet leéltem úgy az életemben, hogyha mosolyogni akartam, és magamra parancsoltam, hogy nem bratyizunk. Azt hittem, hogy egy jó vezető, az kemény, az nem mosolyog. Ezt addig tudtam csinálni, még nem született meg a kisfiam, aki mindent átírt. Egy-egy mondat csak a Roxy Rádióról. A Roxy Rádióban mindenki vezető volt, aki csak ott dolgozott. Mert hogy mindenki csinált mindent, de valami kellett le a névjegykártyára, viszont életem egyik legnagyobb tanuló
szobájának tartom a Roxy Rádiót, mert abban az időszakban, amikor fizetést sem kaptunk mindig, meg hektikus volt a díjazás, mégis arra tökéletesen alkalmas volt, hogy minden piaci szereplőt, úgy, mint vállalat és entitás, mint személy megismerhettem a folyamatokat, és magát a rádiózást, mint üzletet képes voltam elsajátítani, de zenei szerkesztéstől sales-ig, marketingtől promócióig, tehát az egész területet. És ez például egy nagyon fontos tanácsom a mai fiataloknak, hogy ha bárhol elkezdenek dolgozni, függetlenül attól, hogy milyen pozícióba mennek, töltsenek el egy-két hetet, vagy akár egy egész hónapot azzal, hogy minden egyes részterületet megismernek, a helyi vezetőt megkérik, hogy hagyd töltsenek el egy-két napot mellette vele, lehet, hogy először furcsán fognak nézni rá, de ha nem tudom, hogy mit csinál a pénzügy, a számvitel, a controlling, a back office, a front office, a ki mit csinál, soha nem fogok tudni a fejükkel gondolkodni, és soha nem fogunk tudni sikeresen együtt dolgozni. Tehát én a Roxy Rádióból ezt hoztam, és ezt viszem azóta is magammal. Soha el nem felejtem, mikor pár évvel később a TV2-ben egy vezető rendezőnek azt mondtam, hogy egy hetet szeretnék a matricája lenni, pedig hát kommunikációs és marketing igazgatónak mentem. És a mai napig emlékszik arra az egy hétre, egyébként én is, és máshogy beszélünk azóta egymással, és máshogy fogtam meg minden feladatot azután, hogy a gyártással is eltölthettem azt az időt. Szóval ezt nagyon fontosnak tartom. A Sláger Rádió az egy teljesen más iskola, az egy hatalmas szerelem, amikor megkérdezik tőlem, hogy mi a legnagyobb sikerem, vagy mi a legnagyobb emlék, ez biztos, hogy benne van. Egyrésztről azért, mert nagyon szürreális volt, ahogy ez sikerült. Tehát akkor a rendszerváltozás után tulajdonképpen az esélytelenek teljes nyugalmával adta be a teljes Roxy Rádió a jelentkezését az újonnan alakuló Sláger Rádióba, amit akkor még Hungária Rádió műsorszolgáltató RT-nek hívtak, és az Emis Communication nevű nagy amerikai privát médiavállalat tulajdona volt. Én hiszem azt, hogy ha nem az amerikai főnökhöz tartozik, aki egyébként Randall D. Bongarten, és hogyha mentorokról beszélgetünk, akkor őt mindenképpen meg kell említenem, akkor valószínűleg engem soha nem vesznek fel ebbe a rádióba, mert akkor még egy magyar felsővezető nem adott volna bizalmat egy pályakezdőnek. Mellesleg lehet azt is egy csomó szempontból érteni, hogy ez miért van így. Az amerikai azt a mondatot tanította nekem, ezt is viszem magammal azóta is, hogy tapasztalatot bárki szerez idővel, de tudást és tehetséget, hozzáállást csak hozni tudsz magaddal. És ő ezt látta meg bennem, egyfajta tehetséget, egyfajta hozzáállást, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagy szerencsém volt, hogy ez az egy terület az amerikai vezetés alá tartozott, én oda is riportoltam, én szorosan dolgoztam velük itthon, és aztán amikor ők már visszamentek, és teljesen magyar vezetés volt a rádiónak, akkor pedig ingáztam, tehát voltam olyan meetingen, hogy a jetlegem nem ülhetett elő, mert addigra visszaértem. De arra emlékszem például, az első amerikai workshop, amin részt vettem, ott a Walt Disney elnöke tartotta a nyitó beszédet. Tehát, hogy egy olyan más világba csöppentem, egy nagyon szigorú, közép-kelet-európai neveltetés, itthoni top edukáció után, ami viszont tényleg egy olyan jó kombót hozott bennem létre, ami szerintem azóta is megalapozza a sikereket. Akkor hadd hozzam be az én nézőpontomat, ugye az állam határidővel egy olyan kezdeményezés, ahol két nézőpontból igyekszünk megközelíteni azokat a tapasztalásokat, tanulságokat, amiből a hallgatóink és nézőink tanulni tudnak. Vezetőként meg tudom azt erősíteni, hogy magam is és nagyon sok vezető úgy működik, hogy amikor találkozunk valakivel, akkor van egy tudásállapotban, ami bizonyít valamit a múltból, de sokkal fontosabbnak tartom én is a hozzáállást, az attitűdöt. És az az én kérdésem, hogy mit tanácsolnál azoknak, akik még a karrierjük elején állnak? Hogyan tudják ezt fejleszteni? Nagyon sokat, ahogy te elmondtad itt ebben a kultúrkörben, elsősorban a lexikális tudásra. Sajnos azt hiszem, még mindig fordít az iskola rendszer, ahogy én a saját gyerekeimen is tapasztaltam, és sokkal kevesebbet erre az attitűd, hozzáállás, ambition. Mit tanácsolnál? Hogy lehet ezt fiatalkorban elkezdeni, fejleszteni? Miket nézzen, olvasson, hallgasson, egyáltalán hogyan tágítsa ezt a terét? Purpose, az ambition társaként mindig ez jut eszembe. Ugye nagy szerelmem Simon Sinek, és az, hogy a why, hogy miért, azt kell megtalálni. Nekem van lehetőségem, ezért is végtelenül hálás vagyok. Egy gimnáziumban kísérleti jelleggel tanítani most már a második éven vagyunk túl. Mindig tizedikes diákokat tanítok, egyébként nagyon nehéz elengedni, és mindig egy újabb csapatot megszokni. De pontosan az a cél, hogy hogyan lehet már tinikorban arra figyelni, hogy amikor majd a munka, mert ugye nagyon furcsa világban élünk,
18-20 éves korunkig azt számít, hogy lexikális tudásunk hogyan van, majd hirtelen a felsőoktatásban, ha itthon járunk, akkor ez még mindig így van, ha nemzetközileg, akkor már nem, viszont kikerülünk a munkaerőpiacra 23-24-25 éves korunkban, és egyre kevésbé érdekes a lexikális tudás, viszont a probléma megoldó képesség, a hozzáállás, a talpra esettség, és ezek kezdenek el számítani, és a kettő között nincs híd. Tehát egy közép-kelet-európai magyar fiatal pályakezdő megjelenik a munkaerőpiacon, egy nemzetközi versenypiacon, mert tulajdonképpen majdnem minden területre ez elmondható, és lehet, hogy sokkal képzettebbek vagyunk, de nem tudjuk megmutatni, mert még odáig el se jutunk, hogy nekünk mi az ambíciónk, hát nem merünk fölállni, elmondani. Hát erről aztán nagyon sokat tudnék beszélni, mert kevesen hiszik el rólam, de hát olyan félelmem volt a nyilvános beszédtől még 3 évvel ezelőtt is, te Judit végigélted mellettem az elsőt, hogy szerintem érezted, hogy remeg a föld a félelemtől a fellépés előtt, de most nem is csak a félelem, nem tudjuk képviselni, nem tudjuk elmondani, amit tudunk. Nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk ezt tömören, velősen megfogalmazni. Szerintem minden területen, minden fiatal kezdjen el megtanulni tudatosan kommunikálni. Kezdjen el tudatosan megtanulni felmérni velem szemben ülő partnereket. El lehet sajátítani néhány olyan nagyon egyszerű személyiség tipizáló tesztet, akár a diszket, akár az enneagramát, akár bármit, ami arra alkalmas, hogy egy 5 perces, vagy egy beszélgetés első 5 percében tudjam azt, hogy körülbelül kivel állok szemben. Ő most hanyas, milyen színű, analitikusan mondjam, amit szeretnék neki, vagy inkább érzelmileg közelítsem. Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog első szempontból. Másik szempontból pedig az, hogy a saját területemet ismerjem nemzetközileg. Tehát akármilyen lexikális tudásom lehet, hogyha én nem tudom, hogy a világban ezen a területen mi történik, akkor teljesen mindegy, hogy mit tanultam meg az iskolában, mert ami tegnap elég volt, az ma elégtelen, holnap pedig bármint, ha nem is lenne. Úgyhogy szerintem ez nagyon ez a két legfontosabb, hogy kommunikáció, önkifejező képesség, és hogy ismerjem a saját területemet minden szempontból. Tehát az önismeret, amire szerintem fogunk tudni az Instagram oldalunkon egy pár tippet, linket adni avval kapcsolatosan, hogy hol lehet ezeket elérni, mert ezek az a jó hír, hogy publikusan elérhetők. Azt tanultam, azt hallottam tőled, hogy rendkívül fontos az, hogy ahol versenyzünk, ott a szabályokat ismerjük, és ne tudjanak bennünket megfogni, és végül, de nem utolsó sorban figyeljünk a másikra, mert hogy egy közösségben dolgozunk, és valahogy én ezt még nagyon érzem az én nézőpontomban, ezt csak alá tudom húzni, hogy ez együttműködés. Ugye egyéni pályán futnak diákkorukban a gyerekek, és gyakorlatilag mi tanítjuk meg őket együttműködni. Csapatban játszani. Igen. És mi a helyzet az önbizalommal? Mert itt már többször említetted az önmagunkban vetett hitet, és hogy ebben láttál különbséget az amerikai neveltetésben, vagy az ottani működésben, meg a hazaiban. Mi az, amit az amerikaiak másképp csinálnak, ami erősebb önbizalmat eredményez? Önbizalmat szerintem két helyről hozunk, otthonról és az oktatásunkból, és ez nagyjából gyerektini korunkban azért eldől. Nyilván személyiség is hoz valamilyen alapokat, de azért az jó hír az, hogy ez fejleszthető. Ha például én azt mondom, hogy soha nem volt önbizalmam, rólam senki nem hiszi el, mert mindig egy nagyon határozott, nagyon jól kommunikáló valaki voltam. Az, hogy én otthon este mit, hogy izgultam, hogyan készültem föl valamire, vagy hogy csírtam vizessé a párnámat, mert azt gondoltam, hogy valamiben nem voltam elég ügyes. Kérdés, hogy mihez képest és kinek az elvárásaihoz képest, de most ebben nem megyek bele részletesen. Akkor azt rólam kevesen hiszik el. Mert egy szempont az, hogy legyen önbizalmunk, de amíg nincs, addig legalább hitessük el, hogy van. Van egy nagyon-nagyon jó kép, amit szoktam ilyen előadásokon mutatni. Ez egy aranyhal a tengerben, akire fel van csatolva egy cápa farok, hogy igen, tehát annak kell látszani. Fake it and make it. Nagyon fontos. Hogyan lehet fejleszteni? Én azt hiszem, hogy a mostani generáció egyébként egyel könnyebb helyzetben van, mint mi. Mert ugyanaz edukációjuk még nem változott. Tehát amikor gyakran mondom azt a példát, hogyha Kanadában nem tudtam valamit az iskolában, akkor azt mondta a tanítónéni, hogy én tudom, hogy te ezt jobban is tudod, nem baj, majd holnap nekifutunk, csak rossz napod van, de tudom, hogy tudod. Itthon, ha mondjuk a vaktérképen Afrika eldugott kicsi, talán már nem is létező államának, nem tudtam, nem létező fővárosát, akkor Klári néni a földrajztanár azt mondja, na mi van, offer, nem segít, és azt itt csak most nyílna meg a föld, de tényleg, tehát hogy eleve ez nem segít az önbizalmon, hogy az edukációnk során a megszégyenítés, a hatalmi harcok játszanak szerepet, igen. Aztán
Aztán szerintem egy nagyon fontos szempont, és ezért gondolom azt, hogy talán a mostani generációnak könnyebb, hogy mennyire szeretetet kapunk otthon. Egyébként az önbizalom fejlesztésére pedig azért nehéz egy ilyen beszélgetésben bármit mondani, mert nagyon személyiségfüggő, hogy hogyan lehet, de tényleg az a jó hír, hogy tengernyi technika, tengernyi kurzus, workshop, tréning létezik erre, hogy ki hogyan tudja a saját önbizalmát fejleszteni. Egy ilyen nagyon otthoni verziónak mindenképpen jó az, hogyha minden este mielőtt lefekszünk, leírjuk azt a három dolgot, amit aznap elértünk. Egy jó tárgyalást, egy jó visszajelzést, amit mi magunk apró kis sikernek könyvelünk el. Nem szokás ma erről beszélni üzleti körben, de akár ha kaptunk egy kedves visszajelzést, akár nőként, mert azért ennek vannak fázisai szerintem, ha valaki intelligensen az ember értésére adja, ez nem probléma, nyilván nem arról van szó, amikor már gender issue-król beszélgetünk, de ha valakinek ezzel van problémája, mert ez befolyásolja az üzleti életet, tehát ha én nem érzem jól magam a bőrömben nőként, vagy akár férfiként, akkor az nem tud úgy bemenni egy terembe, hogy elhiggyék neki, hogy megváltja a világot. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, és ha ezt írjuk, akkor rosszabb napunkon visszalapozunk, akkor az gyűlik egy halmaz, hogy wow, ezt mind én értem el, ezt mind én csináltam. És akkor ezért szépen lassan ez átprogramozza az ember agyát, de ez annyira basic, mindenki megtalálja a saját maga verzióját, pszichológusoknál, coachoknál, mentálhigiénien szakembereknél, tehát azért erre most már van egy nagy-nagy rendszer. Azért ez a megerősítésekre is nagyon jó, de amellett meg azt gondolom, hogy az önismerethez is visszakanyarodik, hogyha szépen összegyűlnek ezek a szavak, akkor talán ezek segítségével is kicsit jobban megismerjük magunkat. Nekem Judit egyébként a mentor programban ebben segített a legtöbbet, hogy mi ezt úgy kezdtük az első alkalommal, hogy rögtön személyiségtesztel és egy környezeti visszajelző kérdőivel indítottunk, mert hogy Judit mindig azt mondja, hogy onnan tudunk jól építkezni, hogyha megvannak az erős önismereti alapok. Ez abszolút így van. Mondtál valamit, ami nekem nagyon, nagyon megütötte a fülemet, és nagyon megsimogatta, nem csak nem ütötte meg, megsimogatta inkább, hogy volt egy amerikai mentorod, aki hit benned. Ugye az eddigiekben arról beszéltünk, hogy önmagunkban hiszünk, és ez milyen fontos. De vajon hogyan lehet azt befolyásolni, vagy lehet-e azt valahogy elősegíteni, hogy legyenek olyan emberek, akik jó időben, jó helyen hisznek bennünk, és adnak egy lehetőséget, és a részedről viszont az életpályád eddig azt mutatta számomra, hogy viszont te meg éltél vele, nem csak hogy éltél, hanem mertél kockázatot vállalni. Hogy látod ezt a dinamikát? Mit tud egy fiatal annak érdekében kezdeni, hogy találjon olyan embereket, és valahogy megteremtse azt a kapcsolatot? Mitől tud valaki hinni egy másikban, mondjuk egy vezető, egy mentor, és neked mi segített ezekben a jó döntésekben, hogy ezt a kockázatot mindig meg tudtad úgy fogni, és ezt a döntést meg tudtad hozni, hogy mertél beleugrani egy új lehetőségbe? Hát ezek csak visszanézve jó döntések, mert közben sose lehetett tudni. Szerintem ez a személyiségemből fakad, hogy én nem nagyon tudok egy helyben ülni. Tehát ugye van az ember, aki remekül tud szinten tartani és működtetni, az nem én vagyok, és van, aki mindig építkezik, alkot, alapít, és utána azt átadja majd azoknak, akik tudnak jól működtetni. Az, hogy ő hit bennem, vagy én kiben hiszek, én valahogy ezt úgy gondolom, hogyha én kaptam, akkor kötelességem majd adni, és akkor ezáltal létrejön egy láncolat, amit majd senki nem mer tisztességből megszakítani. Szóval van bennem egy ilyen idealista kép, de mindent meg is teszek azért, hogy ez az idealista kép, ez létezzen. Szóval egyrésztről azt gondolom, hogy miután én annyit kaptam az életem során, ezért kötelező visszaadni. Azt is gondolom, hogy az ember közel 50 évesen rendelkezik egy olyan kapcsolatrendszerrel, egy olyan tapasztalati halmazzal, ami segít másoknak abban, hogy előrébb jussanak, és enélkül meg nem tudnának, hiszen még nem töltöttek el annyi időt, már miért ne adnám, mikor adhatom. Tehát, hogy szerintem ez egy kötelesség, ez ugyanolyan, amire itthon nagyon kellene edukálni a lakosságot is, hogy ha nekem van kettő, akkor ebből egyet adjak tovább, mert akkor másnak is jó lesz, és egyébként adni jó. Tehát, hogy olvastam egyszer egy amerikai tanulmányt, hogy az egyik legönzőbb dolog adni, mert tulajdonképpen a legjobb mégis csak annak, aki adja. Persze nagyon jó annak is, aki kapja. Én szeretek adni, én szeretek segíteni, végtelenül önző módon szeretem látni az eredményét annak a segítésnek, ami esetleg az én tevékenységem miatt születik, vagy jobbá lesz. Tehát, hogy szerintem
Ez ebből fakad, és valószínűleg az én mentoromnak is segítettek annó, de ez egy speciális helyzet volt, tehát ezek idejöttek Magyarországra, és felállítottak egy tök új csapatot, tehát nyilván kellett segítenie, mert hogy teljesen más kultúra, edukáció, szocializáció, tehát ott valószínű más választása se volt, mint hogy kiválaszt magának egy-két fiatalt, és azt mondja, nagyon csúnya mondat, hogy kinevelem magamnak.